bemutatom nektek Borcsik Attila Izilt, a Petőfi Rádió zenei vezetőjét. Sziasztok. Akitől én is kérdezek, de ha bárkinek bármi kérdése van menet közben, nyugodtan szóljatok bele, mert szerintem lesz bőven. Kezdhetnénk is azzal, amit ugye mindenki utál, hogy na milyen egy jó dal, Izil, mondd meg. De... Azt az idő mondja meg, hogy melyik a jó dal, vagy milyen a jó dal. Induljunk ki onnan, hogy jelenleg mi a Petőfi Rádió célcsoportja, tehát kinek szól a rádió elsősorban, ki az, akit ti targetáltok? Hát elsősorban a fiatal felnőtteknek, de hivatalosan, hogy pontosan 18-39, talán volt még az utolsó, amire tudok, most pontosan nem tudom, hogy ez így hogy volt meghatározva, de lehetőleg szélesebb közönségnek. Mi az, hogy néz ki a metódusa annak, hogy eljut hozzád egy dal, majd mindjárt beszélünk arról is, hogy egy dal hogy jut el hozzád, de amikor megérkeznek a dalok, nyilván kapsz nem keveset. Hát nem csak én, több kollégám is foglalkozik ezzel, millió helyről kapunk dalokat, és mindegyiket nem tudom. Nyilván van egy pár előszűrő, és akkor ami úgy tényleg azt gondoljuk, hogy van hely a rádióban, akkor azt egy kicsit nagyobb szerkesztő plénum előtt is meghallgatjuk, és hogyha mindegyik dal mindenkinek megfelel, akkor kerül be. Tehát van mondjuk egy néhány fős előszűrő, ti hallgatjátok meg először azt, ami beérkezik. Igen, az egy-két ember, igen. Ők mint, tehát hogy ők, ti egy csoport vagytok, ti vagyok az, akik a dalokat hallgatjátok, ez a munkát. Egy csoport, mindenki egy csoport, igen. És utána a plénum, abba bevonjátok a hallgatókat is? Tehát amikor azt mondod, hogy ennek már van esélye a rádióban. Arra nincs lehetőségünk hallgatókat bevonni, nincs. És ez tényleg úgy néz ki egy ilyen értekezlet formájában, hogy akkor hoztunk gyerekek 26 dalt, akkor most 3 órán keresztül hallgassuk, igen, és így néz ki, igen. Pro és kontra érveltek. Igen. Engem mindig az érdekelt jobban, de bár én is vívtam már veled nem keveset, hogy hogyan tudod szétválasztani a saját zenei ízlésedet attól, hogy mi fog tetszeni Gizikének Kiskunfélegyházán, vagy mondhatnék bármit. Tehát, hogy én mindig elmondom magamról, hogy én nem tudok nem hazabeszélni, én elfogult vagyok a zenekarokkal, de neked nyilván ezt nem lehet. Hát én mindig azt szoktam mondani, van egy kedvenc regényem, a Kurt Vonnegutnak a Kék szakál, és abban van egy ilyen megállapítás, hogy lehet a legegyszerűbben megmondani egy festményről, hogy az jó-e vagy nem jó. Úgy, hogy meg kell előtte nézni 1 millió festményt, és akkor könnyen meg lehet mondani, de a zenékre is így van. Tehát azért ideje benne vagyok én is, meg a kollégáim is, tehát nagy biztonság azért meg tudjuk állapítani egy dalról, hogy mi az, ami jó lehet, vagy mi az, ami nem. Jó, de te nyilván ki kell, hogy mondd egy olyan dalról is, hogy ez a rádiónak jó, amit mondjuk te nem feltétlenül. Ja, persze, hát ilyenből rengeteg van, hogy ne. Nem magamnak csinálom a rádiót. Igen, nyilván. Tehát ezt mondom, hogy ez azért nehéz, hogy én ezt a zenét szeretem, és azért ez valahogy csak közel áll hozzád. Hát, nem hiszem, hogy van. Főleg nálam nem, mert én meg egy ilyen különleges példány vagyok ebből a szempontból, mert olyan sok zenét, meg olyan sok fajta zenét fogyasztok, hogy hát másképp, mint egy átlagember. Ugye 30 új zenekar nyert most a Cseh Tamás programban is, akik teljesen most fogják kiadni az első lemezüket. Nekik mit tudunk mondani? Tehát az ő daluk hogy jut el te hozzád? Van erre valami online platform, vagy ez a kiadók dolga, vagy a menedzsmentjük dolga? Tehát te hozzád mi a menete annak, hogy egy dal... A Cseh Tamás programnál szerintem van egy ilyen direkt folyosó, mert van egy együttműködés a rádió és a szervezők között, és azon a csatornán jönnek be, de amúgy nem mindenhonnan kapunk zenéket, magánemberektől is, kiadóktól, főleg kiadóktól. Igen. Ha nem kerül be egy dal rotációba semmilyen formában, akkor mik az egyéb lehetőségek? Mert például én a vadonatról tudok, de mondjuk egy világzenei műfaj egyszer bekerülhet a vadonatba is? Persze, a vadonatba általában ott debütálnak a dalok. Világzenére van külön műsorunk, az Asztali, illetve a World Zona, vannak ezek az esti zóna műsorok, ott nagyon sok mindent el tudunk helyezni, ami napközben nem fér el. Hát az ilyen repes dolgokat, a metal zenét, világzenét, technót, erre mind van külön műsorunk. Milyen rotációk vannak jelenleg a Petőfi Rádióban? Tehát hívjuk nagyrak, A-nak, mindenfélének, tehát hogy néz ki, hogyan soroljátok be a dalokat, hát a különböző kategóriákba?
Hát vannak kiemelt rotációk, azokat hívjuk mi körrenteknek, ez két kategóriából áll, egy A-ból meg egy B-ből, az A az, egy, az a legkiemeltebb, a B az egyel kisebb, és akkor van még nálunk úgynevezett C kategória, amik azok a zenék, amikben mi hiszünk, és mondjuk nem feltétlenül számíthat a legszélesebb hallgatói tetszésre, de mi hiszünk, meg fontosnak tartjuk, hogy menjenek. Ezek főleg fiatal magyar kezdőzenekarok, ennek is van egy kategóriánk, és hát persze van még egy pár másik kategória is, egy kicsit bonyolult ezt így. A kiemelt kategória, az mondjuk hány játszást jelent? Van erre valami fix, hogy az konkrétan mondjuk egy héten vagy egy nap alatt hányszor megy le? Hát a legkiemeltebb az háromszor megy le egy nap közben. És azt mi dönti el, hogy ez a dal kifutott, vagy nem futott ki, hogy ez két hónapig, hát, három hónapig, vagy 10 hónapig hát megy? Hát általában minden dalnak van egy ilyen élettartama, kb. Fél év az, amire kifut egy dal, és mondjuk 2 hónapig megy kiemelt rotációval. Ha vége a kiemelt rotációnak, attól akkor még egyértelműen marad is egy gyengébb rotációban a dal? Hát egy ideig marad, azért mondtam, hogy fél év, és akkor utána szoktunk mérlegelni, hogy ezt vagy elengedjük teljesen, vagy berakjuk a... Van egy olyan, hogy X kategóriánk, azok az egykori A kategóriások. Az, hogy elhalt-e a dal, és ennyi volt az élettartama, azt milyen visszajelzések alapján fontoljátok meg, vagy döntitek el? Hát sok mindent megnézzünk, hát hogy mennyire van mondjuk jelen a listákon, de megnézzük akár a YouTube vagy SoundCloud nézettségeket, hallgatottságot, tehát rengeteg szempontot figyelembe veszük meg, hogy mi mennyire érezzük fáradtnak. És itt jön az, ami engem még személy szerint is, de szerintem sokakat érdekel, hogy pro és kontra is tudok ilyet mondani, de szerintem te is, hogy vannak olyan zenekarok, akiknek a rádiókban mennek a dalai, de elmegy játszani vidékre, és nincs fizetőképes közönsége, és van olyan zenekar is, akit vagy nem is játszik rádió, vagy csak hébe-hóba, viszont sold out a koncertje elővételben. Hogy ti figyelitek-e azt, hogy egy dal, vagy egy zenekar, egy lemez mennyire sikeres élőben, a klubokban, koncerteken? Persze, azt is nézzük, járunk koncertekre, nézzük ezt is, de hát mondjuk ez tényleg rádiós játszásban nem mindig egyenlően arányos azzal, hogy mondjuk a hallgatók mit szeretnek hallani a rádióban, és hogy el is mennek annak a zenekarnak a koncertjére, ez két külön dolog szerintem. Koncertek kapcsán, hogy ugye fesztiválokon is mindig vannak Petőfi rádiós színpadok. Igen. Ez figyeltek arra, vagy beleszóltok-e abba, hogy mindig tükrözze a Petőfi rádió dal kínálatát, vagy ez egy teljesen egyéb platform és külön? Hát ez egy ilyen együtt lélegző dolog szerintem, hogy körülbelül azért általában lefedjük azokat a zenekarokat, amire a legnagyobb igény van. Tehát persze ezek így összekapcsolódnak. A jogdíjfizetés hogy történik egy kezdő zenekaroknak? Ez hogy működik egy rádiónál, hogy a rádiók játszások alapján azt ti hogyan jelentitek le, vagy ez hogy működik? Hát ebben én annyira nem látok bele, de nyilván minden dal, tehát elég szigorú szabályzatok alapján megy, nagyon komolyan regisztrálva vannak a dalok, és a rendszer maga ezt lejelenti az artistusnak, tehát minden dal játszás le van jelentve. Valakinek van egy sikeres dala, nem fogok példát mondani, biztos mindenki tud erre is százat, megy a rádióba, tényleg csapból is folyik. Ha megkérdezné a véleményedet, hogy milyen legyen a második dalom, akkor mit mondanál? Hasonló, ugyanolyan, vagy valami több ja, mást én ilyet akarsz nem látni? Mondok, tehát nem. De ha megkérdezné a véleményed. Hogy ugyanolyan legyen-e? Hát igen, vagy hasonló. Tehát, hogy... Nem tudom, ilyet nem kérdeztek még például. De ha megkérdezni, hát csak mondasz valamit, hogy ugyanazt várjuk, mert nyilván akkor a siker receptje alapján valami hasonlót kéne, mert akkor biztos ezt is sokat fogják, vagy ez nem számít semmi? Szerintem nem számít. Nem szoktam ilyet, mert nem szoktunk ilyet mondani, hogy ilyen legyen, vagy olyan legyen. Nem. Arra van példa, hogy mit tudom én, megkérjük, hogy rövidebb legyen, vagy van benne egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen művészibb kiállás, akkor lehet, hogy megkérjük, hogy talán jobban szólna, hogyha mondjuk az nem lenne benne, tehát ilyenek vannak ilyen rádiós szempontok egy dalnál, ami egy lemezen mondjuk működik, vagy egy koncertre, de rádióban nem biztos. Akkor megfordítom. Amikor elkészül a zenekar a lemezzel, és azt mondja, hogy Lilla, szerinted mit küldjünk el a rádióba, melyik a rádió barát, akkor
akkor van-e valami olyan séma, valami, amit én mondhatok, hogy figyelj, azt mondták, hogy szerintük ez biztos jó? Szerintem nincs ilyen séma, vagy ami ma igaz lehet egy ilyen séma, lehet, hogy fél év múlva már nem igaz. Nincs ilyen, szerintem. Te milyen rádiót hallgatsz? Én Petőfit. Jó, ezt muszáj volt meg. Nem, egyébként hallgatok más rádiókat, és nyilván hivatalból hallgatok rádiókat. Többi nagyobb rádiókat azért belehallgatok minden nap. Top 30 Petőfin. Igen. Mert te is mondtad, hogy figyelitek a slágerlistát, egyebeket. A top 30-ba a műsor szerkesztői, vagy mi alapján kerülnek be kiválóan? Top 30-ba kizárólag a lejátszási szám adja meg a sorrendet, tehát hogy melyik dal hányszor ment le. Ez függ nyilván attól, hogy egy dal milyen kategóriában van, tehát egy dal mondjuk egy popzenei kategóriában van, nyilván többet tud menni, mint egy roots reggae, vagy egy metal szám, tehát abból adódóan a slágerlistán is előbb áll, de ez csak a lejátszások szám alapja határozza meg. Múltkor nagyon meg is lepődtem, egy majdnem 30 éves dal köszönt vissza a rádióba, Guns N' Roses Sweet Child O' Mine. Ez például hogy került? Tehát, hogy mi vannak ilyen örök... Van, minden órában van nekünk ilyen pozíciónk, amikor régi számokat adunk, igen. És tervezzük egy kicsit bővíteni ezt is a jövőben, még több ilyen alapzenét hozzunk be. Az örökzöld régi slágerek? Igen. Arra lennék még igazából kíváncsi, hogy szerinted életképes lenne egy olyan rádió, mert ugye zenészektől én rengeteget hallom. Mert ha én raknám össze azokat a listákat, mert ha én olyan zenéket tudnék kiválogatni, hogy mondjuk két óránként jön egy zenész, vagy DJ, vagy bármi, és a saját kedvenceit tolja. Szerinted az életképes lenne? Biztos, hogy nem. Biztos. Nem. Hát egy népszerű rádió az nagyon szigorú szabályok alapján dolgozik, így is mi még a többi nagy rádióktól eltérünk, így is 200-300 annyi számot játszunk, mint egy széles közönségnek szóló rádió, tényleg pár száz dal megy, tehát ott ilyenekre nincs lehetőség. Azért a Klassz FM meg a Petőfi Rádió, mint a két nagy országos zenei rádió között kínálatban óriási a különbség. Azért te figyeled, hogy ők miket játszanak, milyen típusú zenék mennek ott mondjuk kiemelten. Persze, igen. És a van-e ilyen, ugye sokszor hallani, hogy a két rádió annyiban rivalizál, hogy amit ők játszanak, akkor azt mi biztos nem. Ez csak pletyka, mendemonda, vagy azért... Nyilván értem, hogy tök más az irányzat. Más, meg a Klassz az nagyjából egy utánjátszó rádió, meg egy előjátszó rádió, tehát általában azért mi játszunk előbb a dolgokat. Ők igyekeznek már a jó tesztelt dalokat berakni, tehát nekünk azért van egy ilyen 3-4 hónapos fórunk, hogy ők azért utána teszik be a dalokat, ők egyben nem kezdik el játszani. Amikor ti elindítotok egy dalt azzal a céllal, hogy ti hisztek benne, és vagy kezdő magyar zenekar, vagy bármi miatt, mennyi időt adtok neki? Nyilván egyrészt keveset játszátok, hiszen ez egy alacsonyabb rotáció, igen. De mennyi ideje van egy dalnak? Ugyanannyi ideje van, mint egy magas rotációba játszott dalnak. Tehát az élethosszú ugyanannyi, csak ugye kevesebb szer megy le. De nagyjából ez a fél év ott is áll. Uh-huh. Fél év után, ha ez a dalt, mondjuk tegyük fel, nem ír többet a zenekar. Igen. Akkor automatikusan egy kisebb rotációba kerül, vagy a kínálatból is kikerül? Hát ez, amit az előbb is mondtam, ezt mindig mérlegeljük fél év után, hogy mi legyen a sorsa. Hát vagy marad a kínálatba, vagy kikerül. Tehát ez mindig az adott dal válogatja. Vannak olyan zenekarok, akik azért képesek sorra árotációs dalokat írni, de nyilván itt a dal határozza, meg úgyis ezt fogod mondani, de azért megkérdezem, hogy az, ha valakinek huzamosabb ideje, nagyon jó dalai vannak, amik megfelelnek a rádió célközönségének, az automatikusan jelenti-e, hogy akkor az ő dalai biztosan csak jó rotációba kerülnek? Nem, rengeteg példát tudnék mondani, ellenpéldát erre. Nem, egyáltalán nem jelenti azt. És a zenekarok hogy reagálnak, amikor nyilván én is látom hát az arcukat, igen, mikor igen, azt mondom, igen. Hogy hát ez nem. Hát igen, sokan úgy gondolják, hogy ha csináltak valami ott, akkor utána már alanyi jogon bekerülnek, de ez nem így van. Jó, én mindent megbeszéltem veled, amit megbeszéltünk előre, hogy mik legyenek. Nektek van-e bármi kérdésetek Izihez?